Térkép. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Pécsi Bóbita Bábszínházban még tavasszal, a kiállítás anyaga a határon túlról, Szatmár Németiből érkezett Pécsre. Az ottani Brigella Bábszínház társulata amatőr alapítványi bábú szerveződésből került 2003-ban professzionális közegbe, majd 2016-tól a Haraggyörgy társulat önálló tagozata lett a csapat. Fennállása alatt közel 50 előadást mutattak be, többek között a magyarországi bábos szakma kiváló íróinak, rendezőinek, tervezőinek közreműködésével. A Szatmár Németi Bábszínházzal a Haraggyörgy Társulat Brigella bábtagozatának a jó munkakapcsolat révén került a színház kapcsolatban velük. Több éves munkakapcsolat fűzi őket össze, és jelentős magyar művészek, bábművészek, alkotók vettek részt az ő előadásaikban, és a kapcsolat oda visszaműködik. És ez a kiállítás, ez 20 éves fennállásukat mutatja be, amiként is megrendezésre került, és igazgató úgy gondolta, hogy méltóképp azt a magyar közönség is megismerhesse, ezért elhozta ide hozzánk. És hát azt kell róla tudni, hogy a különböző ebből az időszakból a történetüket felölelve a különböző előadások, hát lehet látni bábjait, díszletelemeit és fotóit jelenítik meg. Több előadásanyagot küldtek, és a mi műhelyünk szokta ezeket berendezni, tehát ők válogattak úgymond, hogy egy ilyen tematikus jellege legyen a kiállításnak. Lehet látni a kis cetlika, hogy nagyon jelentős részében olyan előadások is kikerültek a kiállításba, ami tervezünk tervezett Nagy Kovács Géza is, illetve hogy az ottani bábkészítő művészek közreműködtek benne, tehát ebből a szempontból vegyes a kép. 10 éves a munkakapcsolat velük, és többször volt ott is előadásunk, mint a Bóbitának, és illetve ők is jártak nálunk, és fognak is jönni, úgy tudom, nem sokára egy rendezvény keretében, most így augusztusban. A munkakapcsolat révén általában úgy szoktak alakulni a dolgok, hogy van olyan előadás, amit adott esetben, hogyha a bábszínházunkból rendez valaki, ez minden területen így van, akkor nyilván olyan is előfordul a munkakapcsolat révén, hogy akkor azt az előadást ott is előadják, és akkor itt is megrendezésre kerül, de olyan is, vagy adott esetben fesztiválokon lépnek mondjuk föl az előadók, illetve a bábszínházi előadások, és a munkakapcsolat az úgy a része, hogy oda-vissza is működik, tehát hogy a művészek által is, illetve hogy a bábművészet ugye a kiképzőművészetet is magába foglalja, és illetve a színművészetét, tehát a kettő találkozásának az eredménye ugyanúgy ez a kapcsolat, ha lehet így mondani. A Bóbita Bábszínházzal való baráti és szakmai kapcsolódást előadások, fesztiválok, workshopok színesítik. Hivatásossá válásuk 20. évfordulójának szép ünnepe és összegzése a Pécsre meghívott bábkiállításuk, amit augusztus végéig láthatnak még az érdeklődők.